Pesszen Timrén is a gyermekeket ünnepelték május utolsó vasárnapján. A hősök terén hamar benépesült a játszótér, sorban álltak a kicsik az ugrálóvár előtt. És élvezettel vették birtokba a nemrég átadott szabadtéri fitness eszközöket is. De több sportos program közül is lehetett választani, vagy a trambulinra, vagy a póni hátára ugrottak fel a bátrabbak. Aki még ennél is izgalmasabb programra vágyott, az a szirénázó tűzoltó autóra mászott fel. Fiúk és lányok számára is érdekes volt egy ilyen járműt látni belülről, hát még egy tűzoltást szimulálni. A kreatív gyermekek képeslapot készíthettek szüleiknek a kézműves asztalnál. Betty az anyukájának kedveskedett ezzel a saját készítésű üdvözlő lappal. Körülötte szépen ragasztottam meg egy lapot is, és ráragasztottam egy sípet. Sok állomáson, az óvónénik jóvoltából hagyományos népi játékokat próbálhattak ki a kicsik. A gyerekek kedvence ez az ügyességi játék volt. Szebbnél szebb tetoválások és sminkek készültek az arc és testfestő sátor alatt. A gyerekeknek határozott elképzelésük volt, milyen festést szeretnének kérni. Olyan pillangó, amit soha nem kaptam arcfestésemre, de egyszer rámszállt az ujjamra egy pillangó a nagyinál. Az ünneplőket gyermeknap alkalmából Léva István Zoltán alpolgármester köszöntötte. Általában nem a kerületben voltunk szüleimmel, hanem mindig elmentünk a városba valahova, ahol hasonló programokon vettünk részt, és én azért vagyok büszke, hogy most itt a kerületieknek nem kell elmenni a kerületből, mert kerületen belül is több lehetőség van, akár Pesszent Imrén, akár a Bókai kertben, Lőrincen is, és kitettek magukért az intézmények is, az óvodák is nagyon sokat vállalnak, és azt gondolom, hogy egy színes választék van itt a kerületi gyerekeknek. A szervezők minden korosztály számára készültek játékkal, így biztos, hogy az Imrei gyermeknapon minden fiatal jól érezte magát.